A Magyarul Európában című tárlat 20 installációból áll, a reformációtól a kereszténységen keresztül mindent bemutat, amelyel a magyarok hatással voltak Európára, illetve amely hatással volt hazánkra. A vándor kiállítás 19 vármegyét jár körül, három molinó az adott vármegye jellegzetességeit tartalmazza. A Fejér vármegyei levéltárba érkezők tájékozódhatnak a turisztikai értékekről, a híres szülöttekről és az 1015 éves Fejér vármegyéről. A nyitó hétvégén a kiállítás mellett interaktív család és helytörténeti tudásmegosztó lehetőséggel várják az érdeklődőket a levéltár munkatársai. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat keretében jött létre. Az 1100 éve beletartozik az elmúlt 20 év is, amit az Európai Unió részeként töltöttünk, úgyhogy három olyan tablónk található, amik az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítését, a gazdasági csatlakozás előkészítését, magának a csatlakozásnak a folyamatát, illetve a csatlakozás és annak hatásait mutatja be. Ezek is körbevándorolnak az országban, tehát ezeket is meg lehet nézni minden helyszínen. Királyok, hősök, csaták címmel történelmi pop-up képeslapokat készíthettek azok, akik ellátogattak az Új Magyar Képtárba szombaton. A program a Szépművészeti Múzeum Királyok, hősök, csaták 1100 év Európában című művészettörténeti előadáshoz kapcsolódóan a Szent István Király Múzeum pedagógusainak közreműködésével valósult meg. Az alkotónapon a történeti művekből ismert alakokról készíthettek képeslapokat az érdeklődők, mindegyik képeslap alapja egy festmény volt. Papírból lehet több dimenziós képeslapokat készíteni, harmonikaszerűen egymástól eltávolodó rétegekben ismerhetjük meg a műveket. És a múzeum munkatársai voltak annyira kedvesek, hogy egy ilyen nagyon jól érthető, nagyon alapos dokumentumot is csatoltak mindegyik képeslap mellé, úgyhogy aztán minden szereplővel is képbe kerülhetnek a látogatók. Meg lehetett alkotni például Ligeti Antal és Wagner Sándor Mátyás hazatérése a vadászatról című képét képeslapként. A látogatók Bencúr Gyula a Budavár visszavétele 1686-ban című festményét és Székely Bertalan Egri nők és Vajk megkeresztelése című festményeit is elkészítették képeslap formájában a program során.